Idén is több száz rászoruló karácsonyát teszik szebbé az Audi Hungária munkatársai. Adományaikat a hajléktalanokat segítő szolgálathoz is eljuttatták, ahol ilyenkor leginkább személyre szóló dolgokra van szükség. Ilyenek általában azok a ruhák, amelyek gyakorlatilag felhasznosíthatók, aztán tartós élelmiszer, hiszen ők is a táplálkozásban segítenek, illetőleg az is édesség, általában édesség, egyéb ilyen pipere dolgok is vannak időnként benne. Tehát gyakorlatilag ez van a fő slágerek. És hát a másik dolog pedig az, hogy én szerintem nagyon értékelik az emberek azt, hogy hát ezt nem akárkitől kapják, ezt az Auditól kapják. Az ajándékokat az Audi Hungária pénzügyekért felelős igazgatósági tagja adta át jelképesen az otthon lakóinak. 5 éve hívtuk életre ezt az akciót, amely idén épp olyan sikeres volt, mint korábban. Most vagyok itt először a hajléktalan szállón, és örülök, hogy személyesen adhatom át az adományokat dolgozóink nevében. Ez megtiszteltetés számomra. Az akció mérlege több mint 2 tonna tartós élelmiszer, 2 millió forintot meghaladó értékben, és 350 csomag, megpakolva ruhákkal, könyvekkel és játékokkal. A családsegítő szolgálatnál talán ez utóbbiaknak örültek a legjobban. A gyerekek izgatottan bontogatták az ajándékokat. Már novemberben összeírtuk azokat a családokat, akik meglátásunk szerint az éves munka során úgy tapasztaltuk, hogy szükséges adományt kapniuk. Ez körülbelül 500 család, és az Audi-s adományoknak köszönhetően ennek úgy közel a 70-80%-át fogjuk tudni kielégíteni. Az Audisok a Győr-Moson-Sopron megyei gyermekvédelmi központ Bagolyvár gyermekotthonát is támogatták adományaikkal.